Isti. Na sziasztok srácok, itt van a következő NBA 2K20 My Team Rinya gameplay videónkban. Valószínűleg lesz benne Rinya, mint az állat. Előre készítek mindenkit, lesz itt hiszti bőven szerintem. Na de, picikét variáltam, régebben volt már NBA videó, több oka is van ennek, megmondom őszintén, idén nem annyira fókuszom, nem annyira figyelek, nem annyira figyelmem középpontja ez a játékmód. Nem igazán tudom, hogy miért, szerintem egyébként tök jó, mint mondtam, nagyon jó ötletek vannak benne, mint például ugye az Evolution lapok, a challenge-ek is tök jók, igazából így az egész ennyi, de még mindig ez a pack-kezés, ez a pay-to-win-sége, ez annyira nekem nem annyira jön be, de mégis néha-néha visszajövök ide. Ugye úgy vagyok vele, hogy a My Team mód az egy ilyen egyszemélyes online mód, ugye, hogyha éppen nincsen fönt semmiféle haverod, barátod, ismerősöd, akivel játszani szoktál mondjuk parkozni, akkor nyilvánvalóan inkább a My Team-et fogod megnézni, mert ez a saját csapatod, egyedül csinálod, és ez a magányosabb része, mert a sima Play Now online játékok szerintem eléggé unalmasak sajnos. Na de látjátok, azért vannak változások, bőven vannak változások, két Diamond lap is megjelent egyébként a csapatban. Ennek egy picit hosszú története van, el is mesélem nektek gyorsan. Volt egy kis megmaradt viszim, és vásároltam kettő darab packet, ilyen komolyabbakat, és egyikből kijött egy Pink Diamond Rolando Blackman, akire megmondom őszintén, büdös semmit nem tudtam, mielőtt még kinyitottam volna, valami négyszeres All-Star, azt hiszem, régi játékos, és nem annyira jött be, megmondom őszintén, hogy el is adtam, ilyen 50 ezer körül ment el, mert eléggé common a Pink Diamond lap belőle, úgyhogy, és nem is volt túl jó, mondom még egyszer, tehát hogy elég olcsón tudott elmenni. Na de, vagy nem, lehet, hogy 65 ezer körül ment el. Lett My Team pontom, és gondolkoztam, hogy mi a szart csináljak vele. Fókuszomban és figyelmem középpontjában volt Luka Doncic, esetleg Diamond lap, mindenképpen Diamondot szerettem volna, Pink Diamondot nem veszel egyszerűen, ami normális. Az a baj, hogy a Diamond lapokkal az ilyen Kevin Durant, meg Kyrie Irving, meg Paul George, ezek a lapok az a baj, srácok, hogy ezek bidre mennek, és nincsen buy now ára ezeknek a lapoknak, ugyanis bőven 100.000 My Team pont fölé mennek. Egyszer nem tudom, tehát jó lenne megvenni, de nem tudom megvenni. Úgy végül egy Diamond John Wall lett belőle, aki egy slasher point guard, ezt nagyon érdemes tudni. Midrange az egyébként 85-79 a tripla, de én nem javaslom senkinek, hogy ezzel, tehát, hogy gyakorlatilag shot creatorként bánj vele, tehát hogy dobálgass vele fadeaway-eket, nem fog bemenni egyáltalán. Maxok, hogyha üresen marad, el lehet dobni vele, de amúgy nem ajánlom, nagyon lassú is a release-e, ellenben, ami nagyon komoly nála, az a driving dunk, az egy 90, close shot az 92, pass IQ 96, ball handle 90, igen, a speed with ball pedig 97, a speed is 97, tehát ebből már adódik, hogy egyszerűen be kell vele futni és zsákolni, mint az állat, meg a palánk gyűrű környékén befejezni. Nem azért játékstílusom, megmondom őszintén, de nagyon jó, olyan szempontból is jó, hogyha van egy-két dobód mellette, akkor ugye be tudod húzni a védelmet, és akkor lehet inside-outside-ot játszani, nagyjából ezt szokott lenni. Ruby Ray Allen, megmondom őszintén, nagyon durván szerencsére megtanultam a release-ét. Most ez lehet, hogy videóban nem fog kijönni, mert teljesen más, hogy játszok videóban, mint videón kívül. De megtanultam a release-ét, úgyhogy ő. Amethyst Paul Pierce is megvásárlásra került. Ő azt hiszem ilyen challenge-ek megcsinálásából lett elég My Team pontom, és megvettem. Ennyi, igazából. Meg eladtam egy csomó lapot egyébként a régiek közül. Volt egy csomó Pink Amethyst lapom, ami igazából nem voltak jók. Például volt ugye James Silas, akire azt mondtam sokáig, hogy jó, aztán szerintem nörfölték, vagy nem tudom, mi történt vele, de sokkal gyengébb lett, mint legalábbis nem tudtam vele annyira jól játszani. Dobni sem tudtam vele annyira jól. Úgyhogy eladogattam ilyen 3-4 ilyen lapot, és gyakorlatilag ő lett belőle. Nagyon jó egyébként, nagyon jó vele dobni, ugye például a midrange az 89, a 3 point shot 92, és ilyen jó lassú release-e van, de ez a Paul Pierce-es lassú release, és nekem az kézre áll egyszerűen. Én szeretem, hogyha lassabb a release, megmondom őszintén. Általában azt mondják egyébként, hogy az a jó, hogyha gyors a release, de én sokkal jobban szeretem a lassú release. 88-as lateral quickness, tehát hogy védelemben is ott van. Carmelon a kezdő power forwardunk, sokat gondolkoztam, hogy le tudnám cserélni egyébként akár mondjuk David Robinsonre, meg is teszem. Igazából megteszem. Annyi a lényeg, hogy a Carmelon, elfejtettem a nevét,
tripláról jobb, tehát be lehet dobni vele, de egy elég nagy lutri. És a következő nagy újonságunk Dikembe Mutombo. Mutombo-t egyébként megmondom őszintén is, látszok, hogy nem ajánlom ezt a megoldást egyébként senkinek, de nekem eddig működött mindig, és nem szponzorált tartalom. Vannak ilyen oldalak, mint hogy golda.com, stb., ahol ilyen tokeneket tudsz venni igazából, meg játékbeli pénzeket, MyTeam.ot is külön, és 100.000 MyTeam.ot, srácok, valami 8 dollárba került, úgyhogy úgy, hogy jó, hát akkor bevállalom, és akkor egyszerűen kellett egy diamond. Olyan csapatok jönnek szembe most már, srácok, hogy lefejelem az asztalt, úgyhogy muszáj volt valami, és Dikembe Mutombo, na, ennyire jó, gyakorlatilag egy glass cleaning lockdown defender center, mondjuk ezt ki, gyakorlatilag olyan lap, mint amilyen én vagyok a parkban. Nagyon jó lepattanózó, nagyon jó blokkoló, nagyon jó inside defender, nagyon jó, és egyébként lehet vele azért támadgatni is, úgyhogy egy átlagosan 10 lepattanót mindig szed. Átlagos egyébként, amióta nálam van, dupla-duplát összeszedek vele, úgyhogy nagyon jó, hogy van. A pad az pedig Ruby, Kyrie Irving, Bruce Bowen, nem is tudom honnan, egy olcsóbb emetiszt, ő például megmaradt az olcsóbb emetisztek közül, annyira nem a szívem csücske, megmondom őszintén. Christian Lettner is itt van, ő vele már azért lehet variálni szerintem. Karl Anthony Towns, srácok, csak ajánlani tudom ezt a Ruby lapot, ő a center cserénk. Benne az a nagyon érdekes történet, hogy 82-es a triplája, lehet vele szépen pick and roll-t játszani, ugye csak az a lényeg, hogy ne befusson, meg kell nyomni, meg kell kérni, hogy szépen menjen ki a tripla vonal mögé, üresen marad, és be fogja dobni a triplát, nagyon jó a center, de belülről is jó egyébként. Richard Hamilton, Ruby, ismét egy olyan lap, amit csak ajánlani tudok, ezek elég olcsó lapok, ezek ilyen 3000 MyTeam pontnál körül megállnak. Nagyon jó dobó, nagyon jó release van, neki is lassabb release van, de midrange az 88-84-es a 3 point shot. Nagyon megbízható. Kenny the Jet Smith a point guard, mit tudom én már, a harmadik point guardunk, Brent Barry a small forward szokott följönni. Nagyon jó Brent Barry, iszonyatosan jó triplája van, 3 point shot 94, és elég gyors release is van. És végül defensive, tehát a védelem szempontjában Mike Curry, Richardson van itt még point guardra, hogyha arról lenne szó. Úgyhogy így néz ki a csapatunk, bocsánat a hosszadalmas megkezdésért, 0-0-a állunk, nézzük meg az ellenfelünket. Ott van Rolando Blackman, srácok, pont róla beszéltem a kezdetekkor. Nekem nem jött be, elég gyors lap, azt hozzá kell tenni, eléggé gyorsan tud futni. Végülis dobni is lehet bele, nekem nem jött be, egyszer nekem nem jött be, tényleg egy ilyen cheap pink diamond, persze nyilván van, hogyha rá tudsz érezni a dobására, meg rá tudsz érezni a játék stílusára, akkor működhet. Itt most lehet, hogy gond lesz az, hogy Raylen fogja, ugye Raylen nem a legnagyobb védekező játékos, minden esetre nem lesz rész szerintem belőle végeredményben. Amit át fogunk variálni, srácok, az, mindjárt mutatom, hogyha nála hozzánk kerül labda, igen. Hogy a gameplanbe ezt majd át kéne állítanom, hogy ne kelljen mindig megcsinálnom, csak mindig elfejtem. A substitution, tehát a cserét, azt én automatára rakom. Azért csinálok, mert beszokott egyszerűen bugolni a quick substitution. Tehát a gyorsan akarsz változtatni játékosokat. Bebugol. Mutattam nektek párszor videóban, bebugol és kész. És nem csak az én hisztim, ténylegesen bebugol. John Wall. És be is fejezi, erről van szó. Szóval azt gondolom, hogy most egész jó a csapatunk, én nagyon, nekem tetszik a csapatom, megmondom őszintén, szeretem. Ez most nem azt jelenti, hogy most mindenféleképpen nyerni fogok. Az előzőben valami 8-3-ra estem ki végül is a témából, és az nem lett leblokkolva, nem gond. Annyi, hogy ugye most Carmelon lejött, tehát ez egy kicsit más lesz a játék stílusú, mint eddig. Igen. Ott van Dikembe Mutombo, nem megy be, köszönöm szépen, nagyon jó. Alakul a történet. Megpróbáljuk hidegvérűen játszani. Nagyon fontos egyébként a hidegvérűség. Illetve azt kell tenni, hogy Ray és Paul Pierce kettősen nagyon jól működik. Ugye ez gyakorlatilag egy Boston Connection van kialakítva. Teljesen véletlenül. Jó. Nyugodjunk meg. Ezek az ember eldobná legszívesebben egyébként John Wall-lal, de nem mindegyik megy be, megmondom őszintén. Tehát, hogy én így kihagynám. Igen. Jó. Szépen hidegvérrel kell játszani. És a diamondokat érdemes játszani, értem szerintem, ha már az ember sikerült megszerezni őket, akkor mindenképpen nagyon jó lenne nyilvánvalóan egy diamond Kevin Durant, nagyon jó lenne egy diamond Paul George, de ezek olyan lapok, srácok, hogy egyszerűen tényleg így nem azt mondom, hogy esélytelen, de nagyon nehezen megoldható, megszerezhető lapok, sajnos.
Gyerünk, Dikembe! Tehát ténylegesen mondom, elsőlegesen, hogy mondtam is, ő egy defensive center, de azért van egy 90-es húgsát, stb. Tehát, hogy azért ezeket nem lenne rossz, hogyha befejezni. Főleg a 80 ezer mighty pontba került egyébként, és az jó is Terence Ross. Így van. Na hát elég szarú kezdünk, 9-4. Dikembét nagyon próbálom erőltetni, hát az a baj. Na gyerünk, baby! Köszönöm szépen, végre. Jó, 4 pontos Dikembe, 2 pontos John Wall. Egyre eléggé kiszámítható a támadásunk sajnos. Én azt nem annyira szeretem, amikor ennyire egyértelmű, hogy hogy támadunk. Rolando Blackman nem sokat tett még hozzá nála a meccshez. Ezt nem szeretem, amikor... Aha, jó, szépen visszazártunk. Jó, nagyon jó. 5 másodperc van hátra. Igen. Azt el fogja dobni. Magic. Magic? Jól láttam. Lehet, hogy Magic tényleg. Paul Pierce. Egy half step, az nem jó. Azt elszartam. Azt hittem, reménykedtem benne, hogy elugrik rá. Megmondom őszintén, reménykedtem benne. Aha, az egy nagy szar, így van. Jó, hála Jósnak nem jött össze neki. Gyerünk, Mutombo. Egy half step. Így van, elugrik, így van. Te miért hagyod ki? Jó, nyugodjunk meg. Mondom, nem fogunk rinyálni, meg fogunk nem rinyálni. És így ennyi, nagyon jó. Ezt nem tudom, miért hagyta ki, srácok, nem tudom. Ne is aggódjunk ezen, 5 pontos hátrány, nem olyan tré. Közel sem tré. Átmegyünk mindenen szépen. Picikét variáltam a mezünkön is egyébként. Szerintem én most felhozom... Érdekes, Carl Anthony Towns nem akarja felhozni sose automatikusan a gép. Ne kérdezzétek, hogy miért nem. De nem akarja felhozni. Tehát, hogy úgy kell könyörögni. Föntartja Dikembe Mutombót. Föntartja, srácok. Amikor már hull a fáradt, még akkor is föntartja. Tényleg nem tudom, miért van ennek. Mutatom a pad taktikát. Tehát mindjárt mutatom. Igen, tehát akkor jön ugye Anthony Towns, szépen elzárunk. Kint marad, és a... Baszki. Az egy... Aha. Rolando Blackman. Hát gyönyörű védelmünk van, nem, nincsen. Nagyon jó, fantasztikus. Szerintem így alakulnak a dolgok. Ja, jön egy Trae Young-ja is, nagyon jó. Hát azt köszönöm szépen. A srácok az a Trae Young, az egy olyan lap, hogy így beszartok tőle. Tehát az olyanokat bedob, majd látni fogjátok, ez nagyon jó, hogy kimaradt. Most már kezdünk bénázni is egyébként, Rolando Blackman. Hát szóval nem annyira használja, annyira nem jó, ott van. Így alatt az alap, hogy bemegy, oké, rendben, nagyszerű. Gyerünk. Kezdünk nagyon durván lesodródni erről az egészről. Gyerünk, Bowen! Kezdődnek, de srácok a dolgok, kezdődnek a dolgok, amiket nem annyira szeretem, hogy kezdődnek. Paul Pierce, és kizár rá. Egyszerűen annyira jó védelme van, hogy nem tudok, nem marad ember üresen. Ez a helyzet. Trae Young, gyakorlatilag rám csap egy ilyen isolation-t és kész. Egyébként az szokott lenni, és dobja a triplát, és automatikus a tripla. Aha, hogy el lehet dobni Robinsonnal a triplát? Jó, hát ezt nem tudtam. Na, kérek szíves, srácok, már 12 pontos hátrány. És nem tudok mit csinálni vele, tehát egyszerűen ez így nekem. Gyerünk, baby, Bowen! Remek. Most nem jönnek a dobások, srácok. Tegnap játszottam nem tudom hány meccset, legtöbb dobás megvolt. Nála minden megy, ez van! Eldöntött a játék, ki nyer, kész. Ez ilyen. Gyerünk! Jó, az még megvan, jó. 12 pontos hátrányunk az első negyedről, srácok. Nem így terveztem a meccset, na nem baj. Van időnk még összekapni magunkat bőven. Nem idegeskedem. Tényleg próbálok teljesen nyugodt maradni. Ez a Bowen egy rakás szar egyébként sajnos, azt kell, hogy mondjam. Csak azon, hogy nem mérném már meg eladni. Tehát annyira érdekes, megveszel egy lapot. Mert megvettem egyébként a Diamond Kevin Love-ot is. Valami 90-80 ezer mighty pontért, és 60-ért tudtam eladni. Az is akkor egy szar volt, hogy nem igaz. Egyszer megveszel egy lapot, kipróbálod, és így, mit tudom, még aznap eladod, és már lement 20 ezeret az értéke. Nagyon durván változik. Trae Young-gal érdekes, nem annyira a vadul. Senki nincs ott bent. Na, viszont az jó védelem, gyerünk, Kyrie. Pierce. Nem, tényleg az van, hogy nincs ember üresen egyszerűen. Senki nincs üresen. Kyrie!
És tényleg ott van rajta, ennyi. És belobja! 100% smothered-től Kyrie, na jó, azért ez kicsit azért veszélyes volt. Nem tudom, ez miért ment be, őszintén szóval fogalmam sincs. Én teljesen meglepődtem, hogy bement. Trae Young. Azt lefogni, srácok, az én good luck. És ott van! És ennyi. És ennyi, srácok, a Trae Young. Tehát ő is egy olyan lap, ami iszonyatos drágán megy. Soha nem lesz meg valószínűleg. Én itt nem vagyok hajlandó grindolni ebbe a játékba, sajnos. Tehát fél seggel ülöm meg ezt a lovat szokás szerint. Gyerünk, Pierce. Nagyon jó. Ez a nagyon esélyünk sincs pontot szerezni. Nem kéne, hogy bemenjen. Nagyon jó. Bowen. Kyrie amúgy nagyon jó. Mozgás volt a tripla, ez volt a probléma vele. Iszonyatos a Trae Young, iszonyatos. Nagyon sok embernél megvan. Én nem tudom, mi az oka, hogy ennyi embernek megvan az a Trae Young. Iszonyatosan drága lap egyébként. Tényleg nagyon durva. Na jó, 12 pontos hátrány az marad, ez lesz 14, mert Anthony Davis van a vonalon. Igen, 13. Jó, Mutombo feljött. Ahogy feljött egyébként Richard Hamilton is. Ez légy szíves, köszönöm. Próbáljuk tartani azért, mert előfordul az, hogy a más négynél így váltakozik. Na, Michael Richardson a védelmével, ott is van, steal! Nem fogunk upsteppelni. All the way, baby. Jó. Jó, nagyon jó, hogy van egy Michael. És menj vissza, mérlók szerint a palánkon, gyere, jó. Most Trae Youngra nagyon jól jön egyébként ez a védelem. Gondolkodsz rajta, hogy föl kéne hozni. James Harden, az valami heat check lap. Valószínűleg tudja a triplát, mint az áll. Aha, nagyon jó, gyönyörű védelmünk van, gyönyörű. Ó, ilyen szép védelmünk van, srácok. 12 pont még mindig. Aha. Az mekkora backdoor cut? Az nem lesz jó, azt ki kellett volna adni. Ott is van, jól van Mutombo. Látjátok, tudja ő, ha nagyon kell. Tudja ő, tudja az a Mutombo egyébként a támadást is. Egyre amúgy nulla lepattanója van az ő emberünknek. Mondom, hogy dupla-dupla átlagol. Nem, tényleg átlagolt eddig. Jézusom. Az nem. Vagy de, mintha ott se lettem volna, nem is számolt egyébként izét coverdot. Jól van. 12 még mindig. Richardson. Aha, az nagyon jó. All the way. Nehogy már izé fogja meg. Trae Young, mert hülyét kapok. Jó, Mutombo még mindig fent van. Szóval hiába fárad, de nem viszi le a gép valamiért. Kenny Smith. Uh-huh. Harden. Na. Trae Young. Maradunk a centerem. Maradunk durván. Nem megy be! Szedjük le! Nagyon jó! Jó, falt, nagyon jó! Picit talán szépen lépésről lépésre, aprólékos munkával talán közel juthatunk hozzá. Baszki! És nem érte utol! Azt hiszem, hogy biztos utol fogja érni, nem érte utol. Viszont 10 másodperc lejött a támadó időnkből, nagyon jó. Ray! Ott van! Ben! Mondom, jó az a Ray, jó az a Ray, csak veszélyes vállalkozás, nem hittem, hogy be fog menni, megmondom őszintén, nem hittem, hogy be fog menni. John Wall, és Ben marad, sajnos, Ben marad, még mindig, és az nem. De igen! Hát hogy ne, ki az amúgy, Rodman, vagy Orri, vagy ki a jó istennyila az? Ray! Gyerünk, Ray! Ú, de korai! És nem szedi le! Ó! Nagyon korai volt a release, ezt olyan elszartam. Nem? Az sem? Az Roy Hibbert? Aha, persze, majd mindjárt. Nem, dehogy is! Wall! Oké. Okay. Nem vagyunk messze tőle, srácok, egyáltalán nem vagyunk tőle messze. Tehát tartj magunkat! Az jó lehet! Hol van?
Brandberry miért futott ki a pály... Jó, de nem is azon múlt volna, csak... Harden. Az kicsoda? Rodman feje van, de föl nem fogom ki az. De az nem Rodman. Ki az? Nem fogom fel ki az. Robinson. Úristen, hagyjuk. Nincs is síp szó amúgy. Az így kimaradt a játékból most nekem. Jó, hát 11 pont, az 11 pont. Hozható egyébként, hogyha picit összekapjunk, de iszonyatosan jó védelme van. Iszonyatosan jó védelme van. Nem is akarom tőle elvenni ezt az érdemet, tényleg nagyon jó. Úgyhogy meglátjuk, mi van. Mutambot nem volt. Na most például jól működik egyébként még. Az első 3-4 cseréig jól működik ez a gyors csere. Aztán ott egyszer csak bevágol és kész. És nem vagyunk ott, és amúgy tök mérjük leszettük volna a pattanót. Nagyszerű. Tripla. Gyerünk, Wall! Ki az, Grant Hill? Vagy ki az? De nem, az meg magas. Valami Smith volt. Elképzelésem sincs. Harden. Hát szedi a pattanókat kitartóan. Jaha. Jézusom. És az jó. Húha. Nem tudom. Nehéz, nagyon nehéz a meccs. Jay Smith, az nem tudom ki. Isten. Jó, szép! Anthony Towns az a jó, hogy kívülről is tud hatásos lenni, de belülről is tud. Tehát jó a strength-e is, nagyon jó. Meg a védelme sem rossz. Block A minusz. Az most pontosan a szám szerint nem tudom mit jelent, de A minuszos. Ami egyáltalán nem rossz. Egy Ruby laptól bőven nem, meg egy elég olcsó laptól, nagyon jó. Harden. Ray Allen fogja. Sose jó dolog. Nagyon jó, szedjük le, de hogy szedjük le. És az jó is, mert tudom ki az, de bedobja. Nagyon jó. Igen, egyébként az a Ruby Hibbert is nagyon jó. A Ruby Hibbert is nagyon jó. Nyilván nem tudjuk ellopni. Ja. Nem, az nem, de leszedi. Egyszer minden a kezébe esik. Minden lepattan. Ott volt a blokk egyébként. Ray. Hát, ezt miért nem tudja kipasszolni, srácok? Ezt miért nem tudja kipasszolni? Nem egy centertől kértem ezt a... Hú, de kár volt ezért most. Na jó, gyerünk. De... Nem kéne megfogja. Fú, srácok, azért vannak itt bajok. Légy szíves! Köszönöm. The Admiral. 4 pontos az Admiral. 2 pontos John Wall, összvisz. Igen, egy dobó point guard nekem jobb lenne, megmondom őszintén. Én jobban szeretem azt a játék stílus, de... Nincs rá. Hogyha van, akkor nincs pénzem rá. Kész, ennyi. Nagyon jó, gyerünk, végre valami hiba neki is van. Gyerünk, Pierce! Gyönyörű! Let's go. 7 pont. Sucsit teszi föl. Vagy de. Most kell megindulni. John Wall! Gyerünk, baby! És nem falt! Gyerünk, Pierce! De mi a... Há? Jó, legalább nem egyszerű 2 pont. Mik maradnak ki, srácok? Istenem. Meg nem csak az, hogy kimarad, nem adja meg a green-t. Nem adja meg a green light-ot. Egyszerűen nem adja meg. 10 pont megint. 9. Mi? 11. 9. Majd matematikáz, meg majd megtanulok. Matematikáz. Tjőha. Van baj. Barry! Na, ez kifejezetten korai volt az a release, de...
Ó, hát... Hero. És honnan jött ez a hírt, ez a mennydörgés hang? Pierce? De ne... Nem is oda akartam... Ó, minden srácok már. Harden. Oké, támadó 3 másperc. Nagyon jó. Én jobban örülnék egyébként egy Kyrie-nak, megmondom őszintén. Ah, Istenem. Tehát jobban örülnék egy Kyrie-nek. Hogy most még működik, most még működik. Aha. Hát de mióta ilyen jó védő amúgy? Hol van a labda? Azt tudom, hova megy. Nem is oda... Ah, mindegy. Te abszolút nem oda akartam. Jó, hát azt meg nem tudjuk megállítani úgyse. Szedd össze! Gyerünk, baby! Bruce Bowen! Oké. Okay. És mondjuk Pierce helyett jó lenne már egy Lettner, mondjuk Mutombo helyett jó lenne már egy Towns, tehát hogy... Már megint hülyéskedik ez a szar. Nem tudom miért ilyen gagyjéken ez a... Jó, legalább falt, jó az, legalább az is pont nekünk. A negyedik negyedet valahogy nagyon meg kéne húzni. Egyiket ki fogja hagyni úgyis. Jó. 10 pontos Mutombóból sem, egy lepattanója nincsen. Szóval van egyetlen lepattanónk? Van. Barrynek van 2. Hogy szedte azt össze? Kyrie? Nem tudjuk ellopni, jó van akkor. Egy is a vonalra már. Ez korai, tök mindegy. Come on, baby! Oh! Aztán bemegy. Bowen? Bruce Bowen? Köszönöm. Jó, 9 pont... 9 pont. 9 pont. Bemegy, figyelj! Szóval a 9 pontos hátrányra kezdjük meg az utolsó negyedet. Nincsen taktikám. Igazából nem tudom mi lehetne itt a taktika. Egyszerűen ki kell, hogy jöjjenek a támadások, az kész. De hát ez nem így működik sajnos. Most utánból még mindig fönt van? Miért van fönt? Na, most bebugolt, látjátok? Most be van bugolva. Tehát össze-vissza van. Látjátok, most rámegyek megint, hogy izmutánból helyett jöjjön föl Towns, és akkor ez mi? Tehát, hogy most megnyomhatom még egyszer, és most ott nem volt senki. Most feljött, nem jött föl Towns, tehát szar. Erről beszéltem, srácok. És mondom, a gép meg valamiért nem akarja lecserélni, nem tudom miért nem. Pedig már hull a fáradt, 65-ös energy szinten. Nem oda... Miért van kettesen John Wall például? Ó, na jó, hagyjuk. Ez. Mert ugye point guardnak passzoltam, azt hiszem, hogy aki ott van, azt hiszem, hogy Wall point guardon van. De nem, mert ő kettesre hozza föl a gép. Kész, ennyi. Ezután a géppel cseréltetni. Csak mondom, hogy meg így bugol, én nekem meg nincs türelme egyébként bemenni folyton a substitutions menübe, meg időt kérni, meg mit tudom én, mert nincs. De miért nem működik normálisan ebbe a játékba az a gyors csere? Csak nem értem, miért bugol be? Olyan kevés pénzt szednek össze ezekkel a játékokkal, hogy nem lehetett megoldani ezt, komolyan. És tudom, hogy ez most rinja, de teljesen igazam van, és nagyon jól tudom, hogy mi a szarén működnek dolgok ilyen fosul ebbe a játékba. Amikor annyi pénzt összeszednek ebből, hogy hülyét kapnak. Gyerünk, Lettner! Jézusom, az mi volt? Még most lett belőle pont. Na jó, nem akadunk fent ezen, csak hogy ki a szar rakná be a John Wall shooting guardra egyébként? Kérdezem. Befut, és nem tudod megfogni. Jézusom, nagyon jó. Wall. Wall, all the way, baby! Blackman. Állítsd meg! Húha! Mi van? Az hogy me... Oké. Okay. Nem tudom, hogy sikerült bepasszolnia. Kyrie?
Atya úristen, második dobással mi ennyire contest ide ment be. Én nem tudom, ez hogy sikerülnek ezek. 9 pont még mindig, most van 3 és fél percünk erre. De nem tudom megfogni, nem tudom megfogni, srácok. És nem is tudom... Nem tudom megfogni ezt a izét, ezt a Trae Youngot. Úgyhogy jöjjön fel akkor Richardson. Nem tudok jobban kitalálni. Nem tudom megfogni vele. Egyszerűen simán elfut mellettem vele. Hát ez nagyon szomorú ez a meccs sajnos. Mindig ez van, srácok. Videózok, akkor sosem megy. Akkor sosem megy. Nem tudom ez miért van, de ez így van. Most komolyan, most állítgat? Mit állítgat? Három perc 19, 11 pontos hátrány. Ne, hát az már nem jó. Jó, azt ezt abszolút én basztam el. És most már le is hozta izét. Trae Youngot, remek. Amikor felhoztam ezt a védekező point guardot. Ó, nagyon gyönyörű. Wall, légy szíves, Wall. Nagyon nem jön ki ezen a meccsen, ússan szegények milyen fej van. Nagyon nem jön ki ezen a meccsen John Wall-nak a potenciája. Egyszerűen hiába futok be vele, nem. Nincsen poster, nem töm át senkit, nem oldja meg Kraftin, nem cizellálja túl. Egyszerűen szétblokkolják és kész. Nem tudom, ez most mi van amúgy. Rolando Blackman. Blackman, nem mondom, sok a pontot nem szedett még össze, látja, nem véletlen. Mert tényleg egy nem jó lap sajnos. Az is lehet, hogy bemegy most. Nem megy be, na erről beszélek. Egy Pink Diamonddal ilyenek nem mennek be. Jó, szép, gyönyörű! 7 pont. Gyönyörű, gyönyörű! Milyen? Nem! Richardson nagyon jól védekezik. 4 pont, 1 lepattanó, 3 assziszt, srácok. Richardsonnál többet ér, mint bárki másnak a statline-ja ebben a csapatban ilyen pillanatban. A legmegfelelőbb pillanatban nyúl bele. És most hogy fogjam? Nem megy be! Nem szedjük le. 2 perc van hátra. Bob Petit nagyon jól van ellopni. Rolando Blackman. De szedjük már össze, hát nem hiszem el, hogy egy Towns nem tudja leszedni. Na végre! Támadó 3, második támadó 3 másodperce. Össze kéne szedni magunkat, nagyon durran. Ó, te jó ég! Mutombo is fent van. Mindenki fent van. Steel ott van! Gyerünk, Robinson! Légy szíves, jó! Fáradt volt. Mit szólszok, ahol off-ballozok egy kicsit. Az bemegy. Nem megy be! Ray. Ray! Mutombo! Let's go! Jó, nem baj. 42 másodperc. 43. Baszki, mit csinál? Az fogd meg akkor. Nem! Nagyon nem! Gyere, Mutombo, gyere már föl! Mutombo! Let's go!
Nem. Nagyon nem. Let's go! Nyugi. Ray Allent felhozzuk. Tudom, hogy izé büntetőt fogunk dobni. És olyan ember kell, aki tudja is dobni, mert John Wall-ban nem bízok most ilyen fáradtan. Jó! 3 pontos előny. 7,6 másodperc. Fú, srácok, ezt megnyerni innen de jó lenne. Ortya úristen, végig 12 pontos hátrányból. Nem tudom, mi történt vele az utolsó negyedbe. Egyszer nem tudom, mi történt vele. Teljesen kiszámíthatóvá váltak a támadásai. Vagy csak lehet, hogy én szoktam hozzá, hogy hogy játszik. Nem tudom. Nem tudom, srácok, megmondani, mi történt egyébként. Ritkán van ilyen egyébként, hogy így föl tudod hozni. Tehát előfordulhat, de... Pedig ahhoz képest, hogy John Wall igazából nem tündököl egyáltalán. Mutombo se tündökölt az elején, most azért hozott 2 olyat, hogy kellett nagyon. Na gyerünk! Jó! Nem dobtam egy időben, erről van szó, baby. Megint jön föl Ray. Így van, fölhozzuk Ray-t. Ne lopja el! Így is van, nagyon jó. Ray-jel tudunk is dobni büntetőt, fantasztikusan. Így van. Perfectet. Nem baj, nagyon jó. Megvan, srácok. 5 pont. Ez volt a dagger, kész. Elrontotta. Nagyon elrontotta. Harden. Tök mindegy. És Mutombo, és ennyi. Srácok, ennyi. Megvan a meccs. Én nem hittem volna, hogy ezt meg tudjuk nyerni. Nem hittem volna, hogy ezt meg tudjuk nyerni, srácok. 5 ponttal nyertünk végül. Uramisten, honnan szedtük össze? Uramisten. Hát ezt nem tudom. Picit olyan érzés, mint hogyha hagyta volna magát a végén. Nem tudom, srácok. De miért hagyta volna magát? Na mindegy, szóval ilyen a csapat most, egyébként sokkal jobban szokott tündökölni ez a John Wall Mutombo páros, mint ahogy itt tündököltek. De például látjátok, hogy a Michael J. Richardson, azt hiszem, vagy Ray Richardson, most nem tudom pontosan hirtelen, mennyire számított ott azért a Trae Young-on, hogy ténylegesen fogta. Nagyon sok volt, azt hiszem 2 labdaszerzése is, meg azért 3 lepattanó, vagy 3, nem tudom, tehát hogy iszonyatosan jól végzett szerintem. Úgyhogy kellenek ilyen point guardok abszolút a csapatba. Remélem, hogy élveztétek ezt a videót, jöhet az out. Ró, remélem, srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.